Sziasztok, ez a Perkamerre hány szavak csatornája, és a mai videóban a niokot fogjuk összegezni. Szóval már hagyománnyá vált, hogy minden évben összegzem a Nincs időm olvasni kihívás havi témáit, és megnézzük, hogy olvastam-e egyáltalán az egész évben valamit, ami passzol a témához, vagy akár az adott hónapban. Ugye nem szoktam ezt nagyon betartani és rendszeresen követni, úgyhogy ezért szoktam évvégén áttekinteni azt, hogy egyébként ezekre a nagyon szerteágazó témákra olvastam-e bármit. Viszont az éve második fele sokkal niokosabban telt, mint valaha. Tehát egyszerűen annyi niok programon, annyi niokos dolgon vettem részt, és kezdtem el figyelni, ami eddig nem volt rám annyira jellemző, ebbe benne van a keze Edmondnak is, meg Szabados Ágynak is nyilván. Szóval nagyon megörültem ennek, mert az utóbbi időben sokkal inkább olyan témák jöttek, amikhez tudok kapcsolódni, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy niokos plecsnim is van már a Mojról, mert 3 hónapot teljesítettem, és tényleg olyanokat olvastam, amik passzoltak a témához, és nem egyszer pontosan olyan könyvet olvastam, ami a havi volt, havi közös, vagy pedig ami tényleg beleillett a témába, úgyhogy eddig talán ez a legniokosabb évem. Igazából az első témát be is buktam, a januári az volt, hogy pszichológiával kapcsolatos könyv, és semmilyen pszichológiával kapcsolatos könyvet nem olvastam, ami meglepő, de így volt, úgyhogy ezt az egy pontot, ezt teljesen bebuktam. A februári viszont az volt, hogy egy tiltott szerelmi viszonyról szóló regény, és ide az Így szeretteleket választottam, mert azt februárban olvastam, viszont nincs itthon, mert pont kölcsön adtam. Ez a történet pontosan egy olyan szerelemről szól, ami nem kötethet meg semmiképpen, és emiatt szenved a főszereplő lány, és nagyon hagyománytisztelő családja van, akik nem igazán fogadnák jól azt, hogyha kiderülne, hogy ő kit szeretne maga mellé, úgyhogy ez teljesen jó volt ebbe a februári témába. A márciusi téma egy könyv, amely a környezetvédelemre fókuszál, és először azt hittem, hogy ide sem fogok tudni semmit hozni, viszont David Attenborough egy ifjú természettudós történeteit hallgattam meg hangos könyvben az év elején, és ez végül is, ha hunyorítunk, akkor megfelel ehhez a témához, mert David Attenborough erről híres a természetvédelemről, viszont ez a könyve, ez még nem erről szól, csak arról, hogy elmeséli, hogy hogyan fogtak be állatokat, hogy az állatkertbe vigyék, ami igazából nem annyira természetvédelmi dolog, de ez volt az útjának az első indulási pontja, és igazából szerintem emiatt talán jó lehet ide. Az áprilisi téma egy regény, amelynek a szerzője és a főhőse ellenkező nemű. A Csak itt továbbot hoztam ide, mert Rainbow Rowell egy nő, és Simon Snow itt a főszereplő, illetve Buzz, akik pedig fiúk. Szóval ez teljesen jó ehhez a témához, de biztos, hogy találtam volna még nem egy ilyen könyvet, de ez egy nagy kedvencem volt ebben az évben, úgyhogy ez például ide jó. És akkor a májusi témánál volt az a könyv, ami a közös könyv is, amit meg is kaptam. Ez pedig egy olyan klasszikus címkével ellátott magyar mű, amelynek az első megjelenése 1900 és 1999 közötti. Ez nem más, mint a Pendragon legenda, aminek ez a csodálatos verziója jelent meg, és ez az első aranylétrás kötet. Nagyon-nagyon szépen néz ki, nagyon igényes az egész kiadás, és már ebben a kiadásban megjelent a Mrs. Dalloway is az év végén, ami nekem nincs meg, de folytatódik az aranylétrás sorozat, és szerintem ez nagyon-nagyon jó. Én nagyon támogatom azt, hogy klasszikusokat felkaroljunk, szerintem ez mindig jó ötlet, és én ezt el is olvastam abban a hónapban, májusban, amikor ez volt a közös téma, viszont én nem különösebben szerettem sajnos ezt a könyvet, de azért egyáltalán nem bánom, hogy a polcomon van, és ebben a gyönyörű kiadásban itt van, és elolvashattam, mert ez volt az egyik első lépés, hogy jobban figyeljek a közös könyvekre, és innentől kezdve el is kezdtem jobban figyelni. A júniusi téma egy könyv volt, amin nevetni lehet, és júniusban olvastam a Nem mézes heteket, amin én nagyon sokat nevettem, és nekem nagyon tetszett az a könyv, és utána még olvastam a szerzőpárostól egy másik könyvet is ebben az évben, szóval ez egy nagyon-nagyon jó kikapcsolódás volt, egy igazán kiemelkedő olvasmány volt a nyáron. Majd júliusban szintén a júliusi hónapban olvastam a témához egy regény, amely népszerű nyaraló helyen játszódik,
Ez pedig az igazából Görögország volt, ami szerintem elég népszerű nyaraló hely, mivel én is Görögországban olvastam. Ez egy nagyon kis kellemes kikapcsolódás volt, egy ilyen kis limonádé, amit könnyen el lehetett olvasni a tengerparton. Az augusztusi téma pedig egy fantazi volt, és augusztus eleje és július vége a nyaralásom vége, az a varjak lakomájával telt, ami hát egy fantazi, mert ez a Trónok harcának az utolsó előtti része, és várjuk a folytatást. És ez is egy örömolvasás volt, mert nagyon örültem, hogy tudtam haladni végre a Trónok harcából, azért Görögországban voltak ilyen Trónok harca jellegű helyek, úgyhogy örültem, hogy ott el tudtam olvasni, és nem éreztem magam sietetve egy ekkora kötet olvasása közben, úgyhogy ez nagyon jókor jött. A szeptemberi téma volt a kedvencem 2022-ben, ez pedig egy könyv Reese Witherspoon könyvklubjából. Mivel én nagyon régen csináltam egy videót Reese Witherspoon könyvklubjáról, azóta már több más youtuber is csinált róla videót, én nagyon régóta követem a Reese Witherspoon könyvklubot, és nagyon szeretem, hogy a Hello Sunshine-nal karöltve megfilmesítik ezeket a köteteket, amit úgy gondolja Reese, hogy érdemes lenne megfilmesíteni. Nagyon sok ilyen könyv van, és például többek között most jelent meg ebben az évben az Ahol a folyamirákok énekelnek, ami szintén könyvklubos volt. Én a Daisy Jones and the Sixth olvastam el ebben a hónapban, amikor ez a havi téma volt, mert Hales teljes mértékben meggyőzött, hogy kell nekem ez a könyv. Nagyon régen nézegettem Reese miatt, és aztán egy különleges videóban kibontottam a csomagot, amit Hales küldött, és amiben benne volt ez a könyv, és én egyáltalán nem csalódtam, nagyon-nagyon-nagyon jó könyv volt, nagyon izgalmas volt a felépítése, mert ez egy ilyen interjú kötet, és abból áll, és egyébként az írónőnek, Taylor Jenkins Reidnek az Evelyn hétférjét is szerettem. Úgyhogy ez egy nagyon jó élmény volt, és én imádom a Reese Witherspoon könyvklubos könyveket, nagyon sokat elolvastam már, és szerintem mindegyik nagyon jó volt, és egyikben sem csalódtam. Az októberi téma egy könyv, amely klasszikusokat idéz meg, és egyébként ez egy nagyon jó téma, mert nagyon sok könyv idéz meg klasszikusokat, de én itt már a könyvlistát olvastam el, ami már tudatosan a közös könyv volt, és tényleg azt éreztem, hogy ez egy kiváló választás lesz, és első között elolvastam, készítettem róla videót, amiben a saját könyvlistámat is felsoroltam, és ez is teljesen elterjedt, hogy mindenki a saját könyvlistáját felsorolja, és ajánlja másoknak, és szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés. Imádtam ezt a könyvet, nagyon jó élmény volt, nagyon tetszett aztán a New York napon, hogy Szeren és Adamszel az íróval is találkozhattunk. Nagyon sokat zengtem a csatornán erről a könyvről, a New Yorkról ebben az időszakban, és tényleg nagyon-nagyon örültem, hogy meg tudtam venni ezt a könyvfesztiválon talán. Ez egy igazán különleges, közös New York élmény volt, amit ez a könyv adott, úgyhogy ekkor éreztem azt, hogy átérzem ezt a közösséget, és már a részének érzem magam, úgyhogy ez egy nagyon pozitív élmény volt. A novemberi téma egy regény, ami Londonban játszódik, és ugye itt jött a Mrs. Dalloway, amit én azért nem olvastam el végül, mert Edmond szerint egy nagyon nehéz olvasmány, és amiket elmondott róla, nem biztos, hogy nekem való, viszont gyönyörű kiadásban jelent meg. Én viszont ekkor vettem elő a Rubin Vöröst, ami egy nagyon várólistás könyvem volt, és az egész Londonban játszódik, úgyhogy úgy is választottam, hogy legyen már meg az a New York plecsni, és olvassak már valamit, ami Londonban játszódik, mert egyébként rengeteg ilyen könyvet szoktam olvasni, Londonban is voltam az évben, és akkor is olyan könyvet olvastam, ami Londonban játszódik, és Jane Austenhoz kapcsolódik, úgyhogy többet is tudnék ide hozni, mert ez egy nagyon népszerű helyszín a könyveknél. És ez is egy nagyon-nagyon jó olvasmány volt, úgyhogy örülök, hogy ezt választottam. Az utolsó decemberi téma egy könyv, ami karácsonykor játszódik, nyilvánvaló, és ide már olvastam is az előző hónapban, ez pedig a Téged kérlek karácsonyra volt rá Stefán Tibortól, azt is tudom javasolni, hogyha valaki nem olvasta, de most is megszereztem a közös könyvet, ami a könyvesbolti karácsony. Ez egy nagyon rövid, nagyon aranyos történet, ami szintén könyvmolyoknak könyvmolyokról szól, és hát nagyon kíváncsi vagyok erre a történetre, annyit tudok csak, hogy egy íróról szól, és egy könyvesbolti dolgozóról, hogyha jól tudom, és valami hóvihar összesodorja őket ide, és könyvekről fognak beszélgetni, amennyit láttam, és beleolvastam a könyvbe, és egy szellemi történet lesz. És én nagyon ráfügtem most a karácsonyi romantikus történetekre, mindenfélét megnéztem az elmúlt hetekben, és fogok is még, úgyhogy ezt karácsonykor tervezem elolvasni, hogy egy könyv legalább megmaradjon a mi karácsonyi hangulatú karácsonyra,
És addig még tartogatom, de ezt biztos, hogy el fogom olvasni decemberben. Úgyhogy ezek voltak a Niokos olvasásaim, ezek voltak a Niok témák. Szerintem nagyon szuper témák voltak, igazán kreatívak is voltak köztük. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Nagyon érdekel, hogy ti mennyire követitek a Niokot, és mennyire olvastatok a havi témák szerint. Legyen szép napotok, sziasztok!